Esélyekről beszélni nagyon nehéz, de egyre inkább azt látjuk, hogy fogy el a Románia körül a levegő, ami a schengeni csatlakozást illeti. Véli Winkler Gyula, Európa Parlamenti képviselő. Őt kapcsoljuk most élőben. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok, és köszönöm szépen a megkeresést. Üdvözlöm a kolozsvári Magyar Televízió nézőit. Kezdjük azzal, hogy a szlovák kormánya múlt héten bejelentette, ideiglenesen visszaállítja az ellenőrzést Szlovákia-Magyarországgal közös belső határán. A napokban Lengyelország és Csehország is ideiglenes ellenőrzést vezetett be a növekvő migrációs nyomás miatt Szlovákiával közös határjaikon. Úgy van, és nyilván, hogy akkor, amikor Közép-Európa térképére most nyilván nevezzük Közép-Kelet-Európának, hogy Romániát biztonságosan foglaljuk bele ebbe az elnevezésbe, hogyha a térképre nézünk, akkor azt látjuk, hogy olyan migrációs útvonalak alakultak ki az elmúlt időszakban, az elmúlt évekről beszélünk nyilván, amelyeknek a használata, és itt nyilván nyomatékosan azonnal ki kell mondani, hogy az illegális migrációról beszélünk, ezek használata, ezeknek az átjárhatósága tulajdonképpen növeli a migrációs nyomást bizonyos országokban. Ezek nem mindig a tranzitországok, hiszen a migránsok nem feltétlenül Magyarországra vagy Szlovákiába akarnak elhelyezkedni. Ők nyugatabbra akarnak kerülni, úgy tudják, vagy olyan információk birtokában vannak, hogy ott vannak a lehetőségek, ott van a komoly segítség, amely várja őket, és emiatt megtörténik az, amiről ön is beszámolt itt a nyitó kérdésben, hogy rendre itt a közép-európai országok egymás határait, persze ideiglenes rendelkezések értelmében, bezárják, illetve felfüggesztik a schengeni egyezménynek a működését, töredezik a Schengen, és tulajdonképpen ezek a nemzeti intézkedések, az országos intézkedések ilyen dominó hatással követik egyik a másikat. Érdekes módon megnézhetjük és láthatjuk azt, hogy nem csak a migrációs számok számítanak, hanem például a belpolitikai folyamatok is, hiszen tudott dolog, Szlovákiában a múlt héten voltak országos választások, Lengyelország nem egészen két hét múlva fog választani, tehát nyilván, hogy azt látjuk, akár csak Ausztria esetében, aki jó alaposan felpofozott bennünket, és azóta is nem változtatta tavaly december 6-a óta, nem változtatta az álláspontját, tulajdonképpen belpolitikai, választási érdek, vagy politikai érdekből kifolyólag használják eszközként a schengeni övezet belső szabályait, ami persze, hogy nem igazságos, nem jogszerű az európai jogot nézve, vagy csak az ideiglenes intézkedések azok felelnek meg a schengeni szabályzatnak, viszont politikai szempontból valóban kiszívják a levegőt Románia körül, és a mi schengeni csatlakozásunk reményei mögül kiszívják a levegőt. Melyek a határellenőrzés visszaállításának a gazdasági veszélyei? Mert hát itt erről is beszélhetünk. Nyilván az elmúlt hónapokban, azóta, amióta a schengeni ügy, Románia és Bulgária schengeni csatlakozása folyamatosan napirenden van, és én úgy vélem, hogy ez egy jó dolog, hogy napirenden tartjuk. Amúgy itt Brüsszelben is, az Európai Parlamentben és Strasbourgban napirenden tartjuk a Románia-Bulgária schengeni csatlakozását. Előkerültek a környezetvédelmi érvek és a gazdasági érvek. Önök a gazdaságiról kérdezett engem, ki van ez számítva, a szállítmányozók különféle szakmai szervezetei kiszámolták már réges-rég. Egyetlen egy szállítmány, tehát egy teherautó 200 euróval drágább annak következményeképpen, hogy schengeni ellenőrzés létezik Magyarország és Románia, vagy pedig Bulgária és Románia, illetve Magyarország között. Ez a 200 euró, ez egyáltalán nem kicsi összeg, hogyha országos szinten számoljuk ki, és ezt a számítást ezt elvégezték szintén a szakmai szervezetek, azt látjuk, hogy havonta 200 millió lejbe, vagy 40 millió euróba kerül Romániának a schengeni csatlakozásának a halasztása. Na most, hogyha ehhez hozzátesszük az ukrajnai háborút, és azt, hogy ugye emlékezünk még az ukrajnai gabona válságra, illetve az ukrán gabonáknak a keleti piacra való bekerülés, Lengyelország, Magyarország, Románia, Cseh, Szlovákia, akkor azt látjuk, hogy sokkal könnyebben tudnánk és sokkal hatékonyabban tudnánk segíteni Ukrajnát, úgy, hogy nem a mi
termelőinket nyomorítjuk meg, hanem hogyha Románia és Bulgária a Schengen részei lennének, akkor sokkal könnyebben lehetne megszervezni az úgynevezett tranzit folyosokat. És akkor még nem beszéltünk a környezetvédelmi hatásokról, hiszen nyilvánvaló, aki járt már át Románia és Magyarország közötti határon az elmúlt hónapokban, aki látta azt a 40 vagy 60 vagy 80 vagy 180 teherautót, amelyik ott rostokol a határon, az nyilván, hogy azt is érti, hogy ezek az autók szennyeznek, ezek az autók kibocsátásokkal töltik meg a levegőt, az atmoszférát, és ezáltal rontják annak az esélyét, amit mi mindannyian az ellenkező irányba szeretnénk elmozdítani, igen, vagyis csökkentsük a kibocsátásokat, csökkentsük a környezetvédelmi károsítást. Winkler úr, jövő év júniusában Európa parlamenti választások lesznek az Unió összes tagállamában. Ez sem kedvez Románia schengeni csatlakozási törekvéseinek, hogyha jól tudom. Nyilván, hogy egyrészt arra kellene gondolni, hogyha létezne politikai akarat az Európai Bizottságban, akkor úgy, ahogy a keleti tagállamokat, Romániát, máskor Magyarországot, máskor Lengyelországot nyomás alá helyezi különféle ügyek folytán, akkor most nyomás alá kellene helyezni Ausztriát és Hollandiát. Nyilván, hogy mindkét országban, Hollandiában most két héten belül, Ausztriában jövő évben parlamenti választások is lesznek, az európai parlamenti választásokon kívül. Úgyhogy itt egy olyan dolog most persze azt mondani, hogy kettős mérce, akkor kiderül, hogy úristenem, hát mi van, Winkler euroszkeptikus. Nem vagyok én egyáltalán a legkisebb mértékben sem euroszkeptikus, de azt látom, hogy sajnos nem úgy működnek a dolgok, ahogy kellene, hiszen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember 13-án Strasbourgban megtartotta az évértékelő beszédét, és ott azt mondta, hogy azonnali schengeni csatlakozásra van szükség Románia és Bulgária esetében. Hát nem telt el 3 óra vagy 4 óra, aznap délben a bécsi kancellár visszaválaszolt, hogy hát ez nem az Európai Bizottságnak a dolga, mert hogy ezt az Európai Tanácsban a tagállamok döntik el. Tehát egy egység ellenes, egy szolidaritás ellenes attitűdöt látunk. Ezeket valóban nem oldjuk meg sem akkor, hogyha felvetjük az Európai Parlamentben, hiszen látjuk, hogy a parlament tavaly most már, ha jól számolok, akkor 4. vagy 5. alkalommal fogadott el olyan határozatot, amely Románia-Bulgária azonnali schengeni csatlakozását kéri, de nem az Európai Parlament dönt, hanem az európai tagállamok, az Európai Tanács dönt, a tagállamoknak kell ezt eldönteni, és ime a szolidaritás ellentétese, az egység ellentétese történik, akár a schengeni övezetre gondolunk, akár maga az Európai Unióra. Tehát, hogyha azt kérdezte tőlem, hogy választások vannak egy jövő 2024. júniusában az Európai Parlament. Igen, vannak, de választások lesznek, és én azt remélem, hogy ezek a választások egy olyan dolgot is megoldanak, mint hogy amilyen a jelenlegi európai parlamenti többség, azt kellene valahogy átbillenteni egy tárgyilagosabb, egy szolidárisabb és egy jobboldali konzervatív többséggel. Van erre esély? Én azt hiszem, hogy igen, határozottan látom, most a németországi választások is, tegnap voltak land szintű választások, 2 fontos németországi tartományban, mindkettőt az Európai Néppárt, a CDU, illetve a CSU nyerték meg Bajorországban. Én azt látom, hogy nem csak Németországban, hanem máshol is, és talán itthon is van egy olyan irányzat, egy olyan tendencia, amely jövő júniusban megváltoztathatja ezt a túl zöld és túl baloldali többséget az Európai Parlamentben. Az imént beszélgettünk a gazdasági tényezőkről is. Ki lehet-e pénzben fejezni a Schengenen kívülmaradást Románia számára? Nyilván, illetve hogy mit veszít Románia? Tehát történtek ilyen felmérések. Most az előző, nem a jelenlegi, hanem az előző belügyminiszterünk egy számot is kimondott. Ez 5 milliárd euró volt, 25 milliárd lei volt a teljes 10 éves időtartamra. Én nem tudom ellenőrizni ezt a számot. Lehet, hogy nem 5 milliárd euró, hanem 4,5, vagy lehet, hogy 5,5, de minden esetre egy olyan jelentős összegről van szó, amely egyértelműen már maga alapot adhat arra, hogy Románia kormánya, a külügyminisztérium, a diplomácia eldöntsék végre, hogy arra az útra térnek rá, amikor jogi felelősségre vonást, jogi lépéseket tervez Ausztriával kapcsolatban.
Tehát itt vannak valós gazdasági hátrányok, de lélektani hátrányról is beszélhetünk, hiszen kizárnak bennünket egy közösségből. Nyilván, hogyha a lélektani hatásról beszélünk, akkor hadd mondjam el azonnal, hogy nekünk, romániai magyaroknak ez még élesebb a kérdés, mint úgy általában Romániának, hiszen gondoljunk arra, hogy nekünk a schengeni csatlakozás azt jelenti, hogy a magyar-román határon helyreáll egy olyan egyensúly, amelyet ezelőtt egy jó évszázaddal megszakítottak. Tehát azok a közösségek, amelyek tulajdonképpen összetartoznak a határ két oldalán, a magyar közösségekre gondolok, azok akadálymentesen tudnak majd egymással kapcsolatot építeni, és itt nem csak a családi vagy a közösségi kapcsolatokra gondolok, hanem a gazdasági kapcsolatokra is. És ha még van 30 másodperc, hogy a gazdasági kérdésnél maradjak, akkor elmondanám azt, hogy Ukrajnával kapcsolatban nem csak a szolidaritási folyosók és nem csak az ukrán termékeknek a szállítása egy olyan dolog, amely könnyebben történne meg, hogyha Románia a Schengen egyezmény része lenne, hanem van egy olyan folyamat, amely most kezdődik, és amely szintén euromilliárdokban lesz mérhető a következő években, ez pedig az ukrán újraépítés, Ukrajna rekonstrukciója. Nyilván, hogy a rekonstrukciónak elsősorban persze az első három tényező, amire szükség van, pénz, pénz és pénz, viszont szükség van az úgynevezett logisztikai bázisokra, hiszen Ukrajna újraépítése nem fog Hollandiából megtörténni, sem Bajorországból, nyilván, hanem két helyről történhet meg, Lengyelországból, illetve Romániából. És az, hogy milyen esélye lesz Romániának, hogy részt vegyen ebben a folyamatban, hogy a rekonstrukcióban részt vegyen, hogy a szállítmányozások a Fekete-tengeren keresztül és Románián keresztül történjenek, ez nagymértékben függ a Schengentől. Ez persze egy óriási gazdasági kérdés. Ki van már számítva a kínai térségből, a kínai tenger térségéből, onnan, ahonnan tulajdonképpen rengeteg áru fog érkezni a következő években, építőanyag, mindenfajta olyan áru, amelyre szükség van a rekonstrukcióban. A Fekete-tengeri útvonalon 2000 euróval olcsóbb egy konténernek a szállítása, mint az Északi-tengeri útvonalon, tehát az észak-európai kikötőkön keresztül. 10.000 euró egy átlag érték az Északi-tengeren keresztül, 8.000 euró a Fekete-tengeren keresztül, ez 20%-os különbség. Meg kell kérdezni bármely üzletembert, bármely közgazdást, és el fogja mondani, hogy ez egy óriási tét, egy óriási üzlet tulajdonképpen, amelyet persze, hogy milyen jó lenne, hogy Románia ne veszítsen el, vagy ne veszítsen el teljes egészében. Térünk egy kicsit vissza Ausztriára. Mondva csinált indoknak tartja Románia és sok más európai politikus is azt, amire Ausztria hivatkozik. Mi lehet a valós ok? Most az, hogy mire hivatkozunk, én el szeretnék mondani egy számot, és pedig a migrációs folyosok, összesen 7 darab migrációs folyosó van, nem fogom felsorolni őket, csak kettőt mondok el ezek közül. A Szerbia és Horvátországon áthaladó migrációs folyoson 144 ezer illegális migráns utazott 2022-ben. Ez hivatalos Frontex adat, azért is pislogok a puskámba, mert itt van előttem a hivatalos szám, vagy a hivatalos dokumentum. A másik migrációs útvonal, amely Bulgárián és Románián keresztül vezet, illetve a Fekete-tengeri útvonal, ezen 213 illegális migráns utazott 2022-ben. Tehát olyan különbségről van szó, annyira nevetségesé teszik ezek a számok, a Frontexnek a hivatalos számai, az ausztriai döntést, hogy már ezen igazából nincs is mit tovább beszélni. Az, hogy melyek az igazi indokok, nyilván, hogy itt most kellene egy külön műsor, és akkor meg kellene hívni úgy politikai szakértőket, mint pedig gazdasági szakembereket, hogy felsorakoztassuk azokat a háttér dolgokat, amelyekről mi tudni vélünk. Nyilván, hogy létezik egy gazdasági érdek, nyilván, hogy létezik egy belpolitikai elgondolás, és nyilván, hogy létezik egy óriási adag cinizmus, mert akkor, amikor egy kancellár Bécsben megengedi magának, hogy azt mondja, és ez december 6-ai nyilatkozat volt, a tavalyi nyilatkozat, hogy hát persze, hogy Horvátországot be kellett fogadjuk a Schengen övezetbe, mert az osztrák állampolgároknak a zöme a horvát tengerpartra utazik nyáron üdülni, akkor nyilván, hogy ez egy akkora mértékű semmibe vétele az Európai Unió, már nem is a szolidaritásnak, hanem az Európai Unió szellemiségének,
hogy ezt valamilyen módon nyilván, hogy büntetni kell most. Én azt hiszem, hogy az osztrák választók fogják a kancellár urat, és sajnos hát az Európai Néppártban tagpárt vagy kollega pártunk a német, az osztrák néppárt, igen, de én úgy gondolom, hogy jövőre a választók ezt nem díjazni, hanem büntetni fogják. És végül milyen eszközei lehetnek Romániának, hogy segítse valamilyen módon a csatlakozást? Itt a szereplők ebben a történetben nem igazán a politikai pártok, és még csak nem is a politikusok, az európai parlamenti képviselők. Mi magunk elvégeztük azt, amit el kellett végezzünk az évek során mindig. Most legutóbb tavaly az európai parlamenti határozat az, amely a Románia-Bulgária schengeni csatlakozásáról szólt, az óriási többséggel ment át, és nagyon egyértelmű volt a hangulat és a vélemény az Európai Parlamentben, hogy meg kell szüntetni ezt a méltánytalan, méltatlan komédiát, ezt a méltatlan cirkuszt, és a két országot be kell fogadni a Schengenbe. De, ahogy mondtam az előbb, nem az Európai Parlament dönt most, hogy mit kell csináljon az államelnök, a mi államelnök, igen, hogy mit kell tegyen a diplomácia, és mit kell tegyen a kormány, ez most nem igazán az én tisztem, hogy ezeket felsoroljam. Az LND ezt kinyomták a kormányzásból ezelőtt egy jó pár hónapban, nem volt szükség ránk, akkor nyilván, hogy a jelenlegi kormány, a jelenlegi külügyminiszter és az államelnök asztalán van ez a téma, hát jó lenne, hogyha intéznék már végre. És belátható időn belül lehetünk Schengen tagok? A schengeni tagság az nem csak egy lehetőség, hanem egy kötelezettség. Tehát a schengeni szerződés és az Európai Unió alapszerződései szerint minden Európai Uniós tagállamnak előbb vagy utóbb kötelessége belépni a schengeni övezetbe. Csak nem mindegy, hogy fél év múlva, egy év múlva, vagy néhány év múlva. Én azt hiszem, hogy 2024, amely választási esztendő, nem igazán kedvező, sarkos, éles politikai döntéseknek. Tehát, hogyha mégsem történik meg az idén decemberben a felvételünk, akkor sajnos én úgy látom, hogy ez egy olyan történet, amelynek majd 2025-ben kell a végére járni. Ez nem jelenti azt, hogy addig nem kell napirenden tartsuk minden szinten ezt a méltatlan diszkriminációt, amelynek alá vagyunk. Winkler úr, köszönöm szépen, hogy időt szánt ránk, és bekapcsolt hozzánk adásba. Szép napot kívánok. Viszontlátásra.